Kedves műsorral készültek a kicsik a Barackvirág Evangélikus Óvoda új csoportszobájának átadására. Az intézményt 2021. októberében nyitották meg. Kecskemét önkormányzata térítésmentes használata adott az Evangélikus Egyháznak Kvarc utcai épületében egy több mint 650 négyzetméteres részt, elkülönítve az ugyancsak itt működő Mercedes-Benz iskolától. Akkor három csoportos, 75 férőhelyes volt az óvi, rövid időn belül azonban olyan népszerű lett, hogy szükségessé vált a bővítése. Én úgy gondolom, hogy az itt dolgozók szeretete, hite, mindaz a dolog, amit át tudnak adni, vonzóvá teszi. És hát persze a körülmények is, és az a sok hordozó imádság is, amit a gyülekezet háttérként tud biztosítani. Az átadó ünnepség az új csoportszobában kezdődött, ahol Hajdú Szmola Patrik és Kovács Barbara, a kecskeménti evangélikus gyülekezet lelkészei kértek áldást az itt cseperedő gyerekekre és nevelőikre. Erősödjön a benned való hitben és a mindenek iránti szeretetben. A közös imádság után az óvoda nagy termében folytatódott a program, ahol Tulipán Gabriella, az óvoda megbízott igazgatója köszöntötte a megjelent vendégeket. Mint elmondta, 40 millió forintból alakították ki az új csoportszobát és a hozzátartozó mosdót egy régi raktárhelyiségből. A kivitelezésben a fenntartónk segítette a csoportszoba megépítését, 40 millió forintot kaptunk arra, hogy a teljes beruházást megcsináljuk, ebbe belefért az építkezés, a bútorzat és a teljes játékkészlet. Apa kineveltet és vetted videót, jobb lett volna Csacsi, az nem fogy az álmod. 60 Lóránt az óvoda kis versmondója is megörvendeztette a jelenlévőket szavalatával, majd szeretett vendégséggel ért véget az ünnepség. A rendezvényen Lévai Jánosné tanácsnok képviselte a városvezetést, aki köszönetet mondott az evangélikus gyülekezetnek, kiemelten kis János nyugalmazott lelkésznek az óvoda létrehozásáért, sikeres működtetéséért. Óriási nagy feladatot, gondot vett le az önkormányzat válláról, mert hál' Istennek Kecskemét városban egyre több gyerek születik, és ez nagyon örömteli és nagyon jó dolog, és bízom benne, hogy ez a jövőben is így lesz a csok kiterjesztésével. A gyerekek nagy örömmel vették birtokba a gyönyörű új csoportszobát.